A Yumi az ABB első kollaboratív robotja, mi úgy hívjuk, valóban együttműködő robotja, hogy kicsit magyarosabban szeretném ezt megfogalmazni. A nevéről annyit mindenféleképp az elején szeretnék elmondani, hogy a nevés erre az együttműködésre utal. Tehát a Yumi, ugye ez az angol you and me szóból származik, tehát a te és én, és ugye arra utal, hogy itt a gép, ugye a robot és az ember együtt tud dolgozni. Mint ahogy egyébként látszódik is itt a háttérben, hogy a kolléganőm együtt dolgozik a robotunkkal. A jellemzője és az egyedi ennek a robotnak nagy egyedisége, és úgy gondolom, hogy az elmúlt robotos évtizedeknek a legmeghatározóbb fejlesztése tulajdonképpen, és annak az eredmény az, hogy együtt dolgozhat ember és robot. Ugye nagyjából talán 40 éve, 45 éve most már ipari robotok vannak a piacon, forgalomban, különféle gyáraknál. Jellemzően ugye autóiparból indult ez a folyamat. Ott lehet látni, hogy mindig a robot teljesen el van szeparálva védőkerítéssel, különféle biztonsági eszközökkel az emberektől, hogy megvédjük az embert a robot okozta esetleges sérüléstől. Itt most ugye lehet látni, hogy ez egy új koncepció. Itt pont az a cél, hogy olyan feladatokat, olyan műveleteket adjunk a robot kezébe, ugye szó szerint mondhatnám, hogy kezébe, hogy együtt tudjon dolgozni az emberrel. Melyik a főbb szerkezeti részei, és mozgás közben láthatjuk-e? A főbb szerkezeti részei talán első ránézésre is látható, hogy úgy van kialakítva tulajdonképpen, mint egy emberi felsőbb test. Tehát lehet látni, ugyanúgy van egy jobb keze, meg egy bal keze a robotnak, illetve egy törzse, és még méreteibe is nagyjából úgy van kialakítva, úgy van tervezve, hogy ilyen emberszerű, emberi méretekkel rendelkezel. Ez is egyébként nyilván egy fontos szempont volt a tervezésnél, hogy így várhatóan könnyebb együtt dolgozni a gépnek és robotnak, hogyha ezek nagyjából egyforma paraméterrel rendelkeznek. Melyik a főbb erőségei és elsősorban hol használják Yumit? Hát egyértelműen az apró alkatrész összeszerelés, az a terület, ami a fejlesztésnél a fő szempont volt, és arra is tervezték, és egyéb kollaboratív vagy együttműködő robotokkal ellentétben itt lehet is látni, hogy ennek két keze, két karja van. Ez pont azért, hogy ezt az összeszerelést el tudja végezni. Itt remélhetőleg majd a kolléganőm is mindjárt el tudja indítani, és látunk egy-két mozgási folyamatot, de itt pont az a lényeg, hogy a két kar egymástól teljesen függetlenül, de együtt is tud dolgozni, és hát mondom, mivel összeszerelésre van tervezve, az a fő alkalmazási területe, tehát az egyik kezével, nem tudom, felvesz egy csavart, másik kezével egy kis alkatrészt, és a kettőt például összetekeri, összeszereli. Úgyhogy... Köszönöm szépen! Én is köszönöm.